A légierő tűzkeresztsége és első harci alkalmazása még a békeszerzés revíziójával kapcsolatos. 39. márciusában Kárpátalja visszacsatolásakor esett át a Magyar Kiemelt Védjegyű tűzkeresztségen a még felbomlóban lévő Csehszlovákia földi erőit támadva, illetve az önálló Szlovákia ellen, majd 1941. áprilisában a jugoszláv elleni hadjáratban vettek részt a magyar repülőkötelékek. Ezek még kisebb jelentőségű összecsapások voltak kvázi. Ugye 1941 nyarán kezdetben a Kárpát csoport, majd a gyorshadtest támogatására kerültek bevetésre magyar repülőerők. A Kárpát csoport támogatására a határkörzetben lévő közelfelderítők, illetve honi bázisokról vadászok és bombázók is, aztán néhány kiválasztott repülőszázad a gyorshadtestet végig kísérte a Szovjetunióban vívott harcaiban 41 őszéig. Ugye itt ekkor a magyar szárazföldi csapatok harcának a támogatása volt a feladat. 42-ben ugye döntés született a magyar második hadsereg Doni kiszállításáról, illetve hát akkor meg ugye nem a Donnál, hanem Kursz térségébe volt az első vonal, a nagy nyári offenzíva nyomán érték el ugye a Dont. Ekkor szintén a szárazföldi csapatok, a saját magyar szárazföldi csapatok támogatása volt elsődlegesen a cél. 42-re viszont már komoly problémát jelentett a minőségi repülőgépanyag hiánya. A másik hadsereg támogatására gyakorlatilag egy osztályparancsnoki rajjal megerősített egyetlen bombázó század került ki a keleti hadszintre, de ez is a Kaprony 135-ösökkel, ami egy műszakilag rendkívül megbízhatatlan repülőgép típus volt. Ezen kívül ugye 200 Reggelne 2000 héja vadászgép, a kormányzó helyettes is ugye ezzel a típussal repült. Minőségi problémák ezzel a, illetve inkább teljesítménybeli problémák ezzel a géptípussal, de minőségbeli problémák is jelentkeztek. Ezen kívül volt még egy közelfelderítő repülőszázad, öreg Henkel 46-os közelfelderítőkkel, ez egy bevált típus volt, de ekkor már 5 éves gépek voltak, ami vegyes építésű gépnél elég komoly kor, de a feladatoknak ezek jól megfeleltek, és egy távolfelderítő repülőszázad. Gyakorlatilag ez volt tekinthető az egyetlen korszerű repülőgép típusokkal felszerelt alakulatnak. Henkel 111-es gépekkel került ki, aztán kaptak több más típust is, és ősztől a Junkers 88-asra álltak át. A kivonuló repülőcsoport, később repülődandár mérete a második hadsereg méretéhez képest is kicsi volt, és mint mondtam, a legnagyobb probléma az a bombázókkal jelentkezett, mert sokkal nagyobb bombázóerő kellett volna a hadsereg támogatásához, illetve részben nem két motoros bombázók, hanem egy motoros zónabombázók vagy csatarepülőgépek, amelyek a közvetlen harcot is támogatni tudják, és az első vonalhoz közel is pontos csapást tudnak mérni, hogy a két motoros bombázógép a feladatából adódóan erre nem alkalmas, és egyébként a Kapronik gyenge műszaki állapota miatt nagyon kevés bevetést is repültek ahhoz képest, hogyha megpróbáljuk összehasonlítani ezt a térségbe bevetett német kétmotoros bombázók bevetési számaival. 42 őszén indult meg komolyabban a keleti hadszintéren lévő, akkor már repülődandár alakulatának az átfegyverzés a német típusokra. A héják még januárig szolgálatban álltak, de a Messerschmitt Bf-109-esek már októbertől, 42. októbertől bevetéseket repültek. A bombázókat elkezdték Henke 111-es kétmotoros német típusa át képezni, de aztán döntés született a Henke 111-es helyett a Junkers 88-as kétmotoros zónabombázóással is alkalmas típusra, így a hajózó személyzetek kivonásra kerültek is Franciaországba, Dél-Franciaországba képezték át őket. Ezek a korszerünkhez 88-asok 43 tavaszától kerültek a keleti hadszintére, és 43 tavaszától kerültek bevetésre a
korszerű német típusokra átképzett, típusra átképzett közelfelderítők is, két motoros Focke-Wulf 189-essel, tehát 1943 tavaszára, májusra értek ki a keleti acintérre azok az átképzett hajózók, akik már korszerű német repülőgép típusokkal kerültek bevetésre, de ugye azt tudjuk, hogy ekkor már a második hadsereg ugye már hónapok óta nem volt az arcvonalban, mert súlyos vereséget szenvedett a téli harcok folyamán is. A magyar repülődandár 1944 nyarán, 43 nyarán már gyakorlatilag nem a saját magyar földi csapatokat támogatta, hanem a német csapatokat, mert az első vonalban nem voltak ekkor magyar szárazföldi alakulatok, csak megszálló alakulatok, ugye, és ekkor a hadászati főirányba is kerültek alkalmazásra, 43 nyarán a Kurszki csatában. Ami a licenszgyártott típusokat illeti, a honi gyártású BF-109-esek, illetve Messerschmitt 210-esek 43 legvégén és 44 elején kezdtek el szivárogni az alakulatokhoz, akkor kezdődött meg a átképzés és feltöltés a repülőalakulatoknak. Ezek már 44 áprilisában a Magyarország ellen meginduló amerikai légitámadások idején is bevetésre kerültek az amerikai kötelékek ellen. A Messerschmitt 210-eseket a romboló feladatból, tehát a nappali vadászfeladatokból kivonták a súlyos veszteségek miatt, mert ezek a két motoros gépek az amerikai kísérvadászoktól nem tudták magukat megvédeni, de a honi gyártású 109-esek azok gyakorlatilag 44 késő ősszéig a honi légvédelem a Veszprémbe felállított 101. vadászrepülő osztály majd ezred gépállományát alkották. 44 őszétől, amikor kezdték a egyrészt ugye a bombázások is súlyos károkat okoztak a repülőgépiparban, másrészt az evakuációs megkezdődött. 44 őszétől futott fel a bécsújhelyi gyártású gépek száma a honi légvédelembe. A keleti hadszíntéren alkalmazott BF-109-esek zöme az korábban is jobbára bécsújhelyi gyártású volt, tehát a németektől kapott nem honi gyártású Messerschmitt volt. A keleti hadszíntéren sokszor nagyon sikeresen kerültek bevetésre nem csak a vadászok, hanem a távol és a közelfelderítők, valamint a egy és két motoros bombázóval repülő magyar Stukák is. Ugye a 88-as két motoros bombázót is sokszor zónó bombázóként alkalmazták, és 43 nyarától már kint volt egy motoros Junkers 87-es zónó bombázó század is. Ez is ugye mi terveztük a Junkers 87-es típusnak a itthoni sorozatgyártását, ez nem valósult meg. Néhány kiképzőgép már korábban érkezett, de a komoly alkalmazás az 43-44-ben került sor a kereti hadszíntéren a Junkers 87-es zónabombázó típusnak. A honi légvédelembe is értek el természetesen részsikereket a magyar pilóták, de az óriási amerikai túlerő nem tette lehetővé, hogy komolyan akadályozzák a bombatámadásokat, és az amerikaiak ellen arányaiban sokkal nagyobb veszteségeket is szenvedtek el a magyar repülők. Ugye az egyéni hősiesség a részben a technikai fölény és az óriási létszám fölény ellenében már nem tudott érvényesülni. A keleti hadszíntéren, ahol kisebb kötelékek kerültek bevetésre, tehát a szovjetek is kisebb kötelékeket alkalmaztak, ott a háború végéig sokszor sikerült bizonyos csatarepülő vagy vadász kötelékeket szétugrasztani, a feladatuk teljesítésében megakadályozni, részben megsemmisíteni. Amerikaiakkal szemben ezt ugye nem lehetett elérni, tehát a 30 gépes bombázó osztályék több százas egymás mellett repülő kötelékeit egyszer sem tudták visszafordítani, mert az képtelenség volt. Ezt a németek sem tudták elérni a birodalom fölött, a birodalmi légvédelem, és ők is arányaiba ugye a legnagyobb veszteséget az amerikai elleni nappali légiharcokba szenvedték el, nem a keleti hadszíntéren. A háború legvégére megindult a teljes német mintára történő átszervezés a Magyar Kéronvéd Légierőnek. Tehát 1944 elején volt egy 900-os vadászrepülő ezred, a 101. vadászrepülő ezred. Volt már egy bevetésre is kerülő lokátorokkal felszerelt éjjeli vadászszázad. Ez volt az első lokátorral felszerelt magyar harci repülőgép, a Messerschmitt BF-110-esnek a G4-es egy alváltozata. És megkezdték egy csatarepülő ezrednek a felállítását Focke-Wulf 190-es csatarepülőgépekkel. Ahogy egyre jobban defenzívába szorult
a magyar légierő a felderítők és a bombázók aránya egyre jobban visszaszorult, és egyre jobb lett a vadászok aránya. 1945 tavaszára nagyon súlyos technikai és személyi veszteségeket szenvedett a légierő. Ugye itt a személyi veszteség mindig a legfájóbb, mert a technika az pótolható, de a pilóták kiképzése az egy hosszú folyamat, és aki az alap kiképzését megkapta, és megkapta a repülőgépvezetői kinevezését, annak még ugye nagyon komoly tapasztalatokat kell szerezni, ami még újabb több évnyi repüléssel jár. És hogyha ezek a, főleg a kötelékvezetők és a tapasztaltabb pilóták kiesnek, akkor a gyengében kiképzett újoncok nem tudják őket érdemben úgy pótolni, ahogy az kellene, főleg, hogyha olyan kemény ellenfelekkel harcolnak, mint a nagyon jól kiképzett amerikaiak, akiknél a nagyon magas repülőtóra számokkal kerültek oda a pilóták az alakulatokhoz.